Halló, Európa! Floridából jelentkezem, Berendi Mária vagyok, Hollywoodban élek. Miben különbözik a folyékony kollagén a piacon található hasonló termékektől? Akarod-e tudni? Szeretettel köszöntelek a mai előadásomban. Egy kis bevezetővel, vagyis jobban mondva az én saját történetemmel szeretnélek megismertetni, hogy miről is beszélek. Hogyha követted az elmúlt 2-3 nap történéseit, akkor tudhatod, hogy miről beszélek, ha nem, akkor mostan elmondom. És pedig azról fogok beszélni, a folyékony kollagénről. Ezzel a termékkel én körülbelül egy hónapja találkoztam, és egyből szavazatot is adtam neki. Az én történetem ezzel kapcsolatosan, hogy ezt a terméket használom, ott kezdődött egy pár évvel ezelőtt, mikor beállt a menopauza, és akkor minden fölborult a szervezetembe, teljes káosz lett, és egy csomó probléma alakult ki. És hát ezekre a problémákra én kerestem folyamatosan a megoldást. Hát három nagyon nehéz és nagyon nehezen orvosolható probléma jelentkezett történetesen. Az első az ugye volt ez a nagyon nagy hőhullámok, ami ugye van rá gyógyszer, de azt a gyógyszert én nem akartam szedni. Aztán volt a hajhullás, ami egyszerűen hát nagyon elkeserített, arra is kerestem megoldást, találtam is rá megoldást, de hát igazán ilyen külső segítség nem igazán jó rá, ezt most már tudom, mert sokat utána néztem. És aztán volt a harmadik probléma, amivel mai napig is küszködöm, vagyis mindegyikkel, mert teljes megoldást nem találtam. Az ízületi probléma, ami a mobilitásban, ami nagyon fontos, abban korlátozott, és nagyon kellemetlen problémát okozott. És hát ez volt az én kis rövid bemutatóm, vagyis előzetes, mert erre kerestem folyamatosan a megoldást, és ugye a múlt hónapban meg is találtam, és én találtam ezt a folyékony kollagént, aminek ugye mondtam korábban, hogy igent szavaztam, és azért szavaztam ennek igent, mert ez egy teljesen natur, természetes alapanyagokból készült termék. Nem tartalmaz semmilyen kemikáliát, ami számomra nagyon-nagyon fontos. Aztán nem tartalmaz színezőanyagot, és nem tartalmaz tartósítószert, és egyebeket, ezt most nem említem, szóval se teljesen kemikáliamentes. Ez a legeslegfontosabb. Aztán a második fontos dolog, amit szeretnék ezzel kapcsolatosan megemlíteni, az, hogy ez a termék nem táplálékegészítő, és nem gyógyszer. Ez fontos megjegyezni. És akkor mostan rátérnék a mai napnak a második részére, arra, hogy miben különbözik ez a folyékony kollagén a piacon található összes más terméktől. Ezek a dolgok ilyen száraz dolgok, de szeretném megemlíteni a közönségemnek, a barátaimnak, ismerőseimnek, hogy tudják, hogy mit tartalmaz, mit vásárolnak, és hogy mi az, ami elősegíti az ők egészségét, mi ad nekik megoldást arra vagy hasonló jellegű problémákra, amivel én is küszködök. És ezt mind azért mondom el, hogy legyen valamilyen útmutató számukra is. Ma megint fogok egy kis puskát használni, mert ezek olyan dolgok, amit hát szeretem, hogyha korrektől vannak átadva. Először is az első három dolgot fogok itt felsorolni. Ezt én kigyűjtöttem olyan helyről, ahol erről a termékről
dolgokat hivatalosan kiadnak, úgyhogy azért is puskázom, hogy ezt egy az egyben tudjam átadni. Szóval először is ez a folyékony kollagén tartalmaz egy csirke származékot, úgy hívják, hogy sternális porc. Ez egy nagyon kicsike kis részecske az állatból, és ez technikailag a kettes típusú kollagén. Ugye tudjuk, hogy háromféle kollagén van, az egyes, kettes és hármas típusú. Na, a kettes típusú az a fontos, és az a legjellemzőbb, amit használnak ebbe a termékben. Ezeket az állatokat olyan farmokon tenyésztik, amelyek GMO, antibiotikum és hormon mentesek. Ezek napi szinten ellenőrizve vannak, és ezeket az Egyesült Államokban és európai farmokon tenyésztik, ahol teljes vizsgálat alá vannak véve, és állandó felügyelet alatt vannak ezek a folyamatok. A piacon található hasonló termékek nem tartalmazzák a kettes számú, kettes típusú kollagént. Ez nagyon fontos megjegyezni, mert ez nagyon kulcsfontosságú alkotó eleme ennek a kollagén, a folyékony kollagénnek. Másodszor a folyékony kollagén glükozaminoglikánokat tartalmaz. Beleértve a hialuronsavat és a kondroitin szulfátot, ugyanúgy, mint az emberi ízületi porc. Más a piacon található kollagének ezt nem tartalmazzák. És harmadsorban klinikai hatékonyságukat a szabadalmaztatott formulákban megadott mennyiségben mutatjuk be. A hidrolizált kollagén, amiről én beszélek, napi 10 g hatékonyságot mutat, ami nagyon sokat jelent. A folyékony kollagén olyan szabadalmaztatott eljárással készülnek, amely megfelel az adott molekulatömeg az optimális felszívódás elérése érdekében. Továbbá klinikai bizonyíték van arra, hogy a folyékony kollagén gátolja a hialuronidáz, azaz azt az enzimet, amely a hialuron savat lebontja a testünkben. Míg más terméket ezt a piacon nem tudják. Remélem, hogy az összefoglalom segített neked, hogy megértsd a különbséget. Most a következő pár percben a folyékony kollagén előnyeiről szeretnék neked pár mondatban néhány dolgot említeni, ami nagyon fontosnak tartottam. A következők a természetes összetevőből készült, és ezáltal segít a szervezetnek fenntartani az egészséges kötőszöveteket, a rugalmas ízületeket és a fiatalos kinézetű bőrt. Ezt tudja a folyékony kollagén. Továbbá természetes összetevőkből származik, biooptimalizált eljárást alkalmaz, amely biztosítja a gyors felszívódást. Hát ez a legfontosabb tényező, hogy egy ilyen termék ezt tudja biztosítani a számunkra. És majd ezt el fogom egy következő videóban mondani, hogy mi a különbség a folyékony, a tabletta, meg porok, hasonló táplálék kiegészítők között. Erről is majd fogok tartani egy tájékoztatás, hogy mindenki képben legyen. A folyékony kollagén összetétele az emberi ízületi porcot tükrözi. Szóval a független laboratóriumi vizsgálatok azt mutatják, hogy a hidrolizált kettes típusú kollagén, amiről én most beszélek, az 60%, a kondroitin szulfát 20%, a hialuron savat 10% és más proteinglikanotákokat tartalmaz.
Szóval ez a teljes összetétele ennek a folyékony kollagének. Ez biztosítja a kötőszövetek szerkezeti keretét, a bőr stabil és rugalmas legyen, és az izületek pedig aktívak és rugalmasak legyenek. Ez szerintem nagyon fontos az életünkben, mert jelent példa, én erről beszélek, hogy nekem ilyen problémáim voltak. A kondroitin szulfát az izületi porc természetes előforduló eleme, amely a lenyűgöző lengéscsillapító tulajdonságokkal bír. Hát ezt ugye mindnyájan tudjuk, addig, ameddig valami kis porszem nem kerül a szerkezetbe. Aztán az utolsó, a hialuronsav egy olyan molekula, amely segíti a bőr hidratálását, az izületek kenését és gélszerű anyag, amely a sejteket együtt tartja. És a legutolsó, az egész test részesül ennek a folyékony kollagénnak az előnyeiből és a jótékony hatásából. A táplálkozás, az életkor, a stressz, az emésztőrendszer és a testmozgás, itt nem beleértve az izületeket befolyásoló sportok, hatással vannak arra, és igénylik, hogy a testet olyan táplálkozási nyersanyaggal lássa el, amelyek szükségesek az izületek és a kötőszövetek egészségének megfelelő támogatásához. Ez olyan felnőtteknek szól, akik egész életük során szeretnék egészségesnek és aktívnak tartani és élni az életüket. Ez egy kicsit száraz anyag volt, tudom, de én fontosnak tartottam, hogy elmondjam neked és a közönségemnek, ismerőseimnek, barátaimnak, hiszen ezt azért is tartom, ezt a bemutatókat, mert ez a termék, ez egyedülálló ma a piacon. Lehet, hogy te most azt mondod, hogy hát van más egyéb is. Igen, van, biztosan van, én ezt nem is akarom cáfolni. Én már próbáltam néhányat, hidd el nekem. Csak azt szeretném ezzel elmondani, hogy én ezt megtaláltam, ezt a megoldást, és ez nekem úgy néz ki, hogy nagyon-nagyon előnyösen és nagyon jól segít, és azért, mert a jövő hónaptól Európába is bevezetik ezt a terméket. Már itt Amerikában ezt már két éve, és ez a zászlós terméke ennek a cégnek, mert aztán Kanadába is, és Ausztráliába is, most ugye megkapott minden egyes olyan szabadalmat és jogi procedúra, meg egyebek felülvizsgálat, meg vizsgálatunkon ment keresztül, hogy megfeleljen az összes uniós szabályzatnak, ezek mind megvannak, ezek a szabadalmak, és ezért én most mindenképpen minden ismerősöm, barátom és annak ismerősei, barátait szeretném értesíteni, hogy igenis kérjenek tőlem információt, hogyha van nekik ilyen problémájuk, vagy családtagjaiknak van hasonló problémájuk, amelyekről én már ugye itt nyilatkoztam, hogy kérjenek információt itten a videó alatt a kommentben. Ott van a megosztás gomb, osszák meg ismerőseitekkel, barátaitól, hogy segítsünk nekik. Ez a legfontosabb, amiért én itt ezt a bemutatókat tartom, hogy nagyon sok embernek tudjak én és rajtatok keresztül ti is segíteni, mert higgyétek el, egy nagyon-nagyon mély és erős segítséget fog nyújtani azoknak az embereknek, akik ebben szenvednek, és nem tudnak róla. Itt egyedül csak mi tudunk az interneten a megosztással segíteni. Aztán
Még ha több információt, még ezen kívül, én folyamatosan fogok jelentkezni, és teszek fel olyan cikkeket is, amit itten az amerikai portálokon, csoportokban, amelyikben én benne vagyok, azokban én találok, folyamatosan közzé fogom tenni, akár a cégnek és ennek a terméknek a hivatalos oldaláról is. Úgyhogy én nagyon szépen megköszöntem a figyelmedet, az idődet, amit velem töltöttél, meghallgattál, megnézted az én videómat, és köszönök mindent. Kellemes hétvégét kívánok neked és családodnak, és találkozunk a következő videóban. Szia!